Adj, Uram, örök nyugodalmat neki. Nyugodjon békességben. Örök nyugalom, békesség. Ezer évek óta hányszor, de hányszor elhangozhatott ez a három fogalom. Miközben egyre távolabb kerültek az eredeti jelentésüktől. Pedig mint három szó, a béke is, a nyugalom is, az örökké valóság is része a nagybetűs igazságnak, annak az igazságnak, amellyel Jézus önmagát azonosította. Én vagyok az út, az igazság, az élet. Csak hogy ez az igazság nagyon nem az az igazság, amit erről eddig nekünk tanítottak. Az idézőjelben eltitkolt jelentésüket mindig megtalálhattuk volna eddig is. A mindannyiunk otthonában fellelhető 1000 oldalas Biblia, mindössze 100 lapos evangéliumi részében, az örömhírekben, a forrás Jézus örök érvényű tanításaiban, az utolsó vacsorán elhangzott mondatai között. Az én békémet adom néktek, az én békémet hagyom rátok. Nem úgy adom én, ahogy a világ adja. Az én békémet a világ nektek megadni nem tudja, de azt elvenni sem képes tőletek soha. Ez az ígéret nem csupán a testben, még itt a földi zarándok útját járó emberiségre igaz, hanem igaz, és még inkább igaz, szellemi lény mi voltunkra, az örök szellemi hazánkba visszatért lelkénk örökké valósági létére is. Jézus ugyanis minden esetben az örökké valóság szempontjait tartja elsődlegesnek, hiszen a földi létünk csupán eszköz arra, hogy végre levizsgázhassunk a szeretetből. A Jézus által megígért lelki béke nagyon nem egy alvó, hibernált, valamiféle ítéletre várakozó, meghatározhatatlan idejű állapot. Közbe vetem itt Urunk szavait az ő örömhíréből, hogy ti is elgondolkodhassatok rajtuk. Aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Gondoljatok csak bele, hogy amikor békességben vagytok önmagatokkal és a körülményeitekkel, az mennyire nem egy hetekig tartó semmit tevésre, lustálkodásra, alvásra sarkalló állapot, hanem mennyire inkább egy örömteli aktivitásra, álmodozásra, a jövő megtervezésére ösztönző csodás időszak. Nos, ha ezzel együtt tudsz érteni, akkor szorozd be mindezt a végtelennel, és már is fogalmat alkothatsz a boldogságnak, a csodák óceánjának a partján, Istennek, az örök világosságnak a fényességében fürdő szeretteid békességéről. Árassza le rátok a mi Urunk az ő felfoghatatlanul irgalmas békességét, szeretetét és áldásait. Ámen.